Beat. Beat. Az ütős alternatíva. Szerelem, buli és nyár, Audio Fuse és a Summer of Love itt a Beat-en. Ez az ütős alternatíva, és fél egy után járunk 3 perccel. Zenész barátaink a stúdióban óráról órára maratoni születésnapi adásunk van, hiszen 1 éves a Beat, az ütős alternatíva. Csorba Lóci már egy összement gitárral itt van velünk szemben, és hamarosan játszani fog nekünk 2 dalt. Mindjárt megkérdezzük tőled, hogy mi ez a 2 dal, de hát előtte azért nem véletlen, hogy itt vagy velünk a Beat szülinap alkalmával, mert nem csak kedves zenész barátunk vagy, de a podcast műsorod itt nálunk a Beat-en hétről hétre szól, ez a Dob meg basszus. Mindig meg akartam kérdezni, hogy ezeket a kreatív játékokat, amiket gyakran a zenekarokra szabtok, ezeket ilyenkor közösen találjátok ki, vagy csak és kizárólag a te agyszüleményed? Hát ezt a műsort, ezt Lévai Balázssal közösen csináljuk. Egykoriban neki volt még a Királyi Televízión ez a műsor, a tévés formátumban, és eredetileg ezt egy ilyen élő formában akartuk újra támasztani, de hát a közben szólt a Covid, és gondoltuk, hogy hát akkor a podcastben legalább kipróbáljuk, hogy ez milyen lesz, és a Balázs ezt a nyomozós részét szereti, meg azt vezeti inkább, én pedig a játékokért vagyok elsősorban a felelős. Végülis én írom az adásmeneteket, de hogy a Balázs azt abban nagyon szuper, én meg nagyon szeretem ezt kitalálni. Gyakorlatilag most tényleg, hogyha belegondolok, már az összes osztálykirándulás alkalmával is mindig én raktam össze az osztálykiránduláson a játékokat. De tényleg. Szóval én imádok játékokat kitalálni. Lehet, hogy egyszer még egy ilyen board game karrierem lesz, nem? Tehát, hogy kitalálok egy dob meg basszus társas játék. Úristen, mekkora merch ötlet! Hát akkor már a Lóci játszik, az jobb, nem? ez meg a másik, ez nagyon régi tervem, hogy egyszer csinálok egy ilyen teltházas akvát, amit tudom, eladunk rengeteg jegyet, 3000 forintos jegyára, és az lesz, hogy egy ilyen PS4-en így nyomom. Tudod, így kivetítem, és az lesz a Lóci játszik. Nagyon jó, figyelj, én biztos veszek jegyet. Ott lesz igen, a Lóci Gaming. Egy-két nevet árulj el nekünk gyorsan, hogy a következő adásokban kik lesznek még vendégek, kik azok, akik még előfordulnak? Hát ez 6 pecsétes, 7 pecsétes, 8 pecsétes titok, kérlek szépen. Tehát ezért kérdezem, mert formálsor, ha nem a Beat-en mondod. Ebből még bármi lehet, sőt valószínűleg egy kicsit tolódnak is az adások, és úgy csináljuk, hogy karácsonyra még egy meglepetés adást is bele akarunk tolni. Én félig megmennék, vagy legalábbis akkor máshogy fogalmazok. Régóta gondolkodtam már azon, hogy mekkora lenne az az extra epizód, ahol egyébként a Lóci játszik, fog majd beülni. Hát az nagyon komoly, nem csak kinyomogatná akkor a jingle-öket. Jogos, hát biztos megoldódna, ha más nem, akkor igazoljátok le addig Istvánt. Igen, akkor addig a Beat-ből hozunk egy embert. Ennyi. Nézzük meg, mit fogsz most játszani nekünk, 2 dal érkezik. Melyik ez a 2 dal? Hát amire ez a gitalele alkalmas, hiszen azért mégiscsak ez valamennyire egy ilyen. Egy kicsit ilyen fura ukuleleszerű hangja van. Ami ehhez passzol szerintem az a Te leszel a feleségem, az egy szép, illetve a Minden úgy jó, ahogy van. És a Nikászi Péri Menó. Igen, utána nézzé. Hol Buzuki, ahol Buzuki hangja szól. Igen. De tudtad a görög eredetit, nagyon szép. Nagyon. Ez a vallástudományon tanultad, vagy pedig a könyvtárban? Sokszor hallgattunk Delusz Agyont, legalábbis így. Nektek is a sztár karácsony? Ja, nekünk minden évben jön karácsony. Alapvétel, igen. Óriási. Hölgyek és urak, drága jó hallgatók, tehát most és azonnal Csorba Lóci 2 dallal, Lóci játszik, fogadjátok szeretettel. Ha kérhetnék egy dolgot tőled, azt kérném, hadd legyek a vőlegényed, a férjed bármit, csak együtt legyünk mindig, már mind ne keres magadnak párt, már táborozzunk le egymásnál. Légy szíves, hadd legyek arról híres, enyém a világ legszebb, legkedvesebb, a legszerelmesebb párja, hogy nem írtam hiába annyi dalt és verset, bár mellé beszéltem néhányszor az életemből, te hiányzol. Remélem, hogy te leszel a feleségem. Bár koptathatnám a földet térdel, dicsérhetnélek, amíg nem. A fecskék szinkron úsznak a szélben, és egy mókus hozza a gyűrűt a zsebében. A fűzfák mind meghajolnak, én gyengéden átkarollak, erdőben ölben hozlak. Vagy ha így nem tetszik, van egy másik terv is, hogy majd 10 év múlva Párizsban meglátjuk újra egymást a Mars téren. Lehetne 1000 féleképpen. Tényleg lehetne, én csak remélem, remélem, hogy te leszel a feleségem. Lehetne több pénzünk és lehetne lakásunk,
Lehetne banktakarékunk, végtelenül gazdag családunk. Lehetne 100 autónk, vagy legalább egy-egy biciklink. Lehetne jó gitárunk, ha már ilyen jól kitaláltunk. Nem, hogy semmi más nem kell, csak szerelem. Hát, ha kérhetnék egy dolgot tőled, azt kérném, hadd legyek a vőlegényed, a férjed bármit, csak együtt legyünk mindig, már mind ne keres magadnak párt, már táborozzunk le egymásnál. Légy szíves, hadd legyek arról híres, hogy enyém a világ legszebb, legkedvesebb, a legszerelmesebb párja, hogy nem írtam hiába annyi dalt és verset, bár mellé beszéltem néhányszor az életemből. Te hiányzol, remélem, hogy te leszel a feleségem. Remélem, hogy te leszel a feleségem. Remélem, hogy te leszel a feleségem. Thank you everybody. Nehéz ezt a számot egy olyan stúdiószobában játszani, ahol csak férfiak vannak. Igen, és annyira örültem, amikor megláttalak itt a basom, hogy jó, egy lágy is van, akinek lehet. Én már készültem igen mondani. Igen, nem tudom, hogy ha lehet, akkor... Na van még egy nót, ez meg a minden úgy jó van. Ha már így vagyok, akkor minden úgy jó, minden van. Jó. Amiről kiderült egyébként, hogy szerb és horvátul is működik a refrénje, hogy sveje dobro kakoje. Vigyen, meg is mutatom. A mindenit. Ahogyan a nem táncolsz jobban, mint én, az meg működik angolul. You don't dance better than me. You don't dance better than me. Hát abszolút, abszolút nemzetközi vizekre elvezik a Lóci játszik. Na! Mona Lisa mosolya, dalmátok házi bora, apám borjú paprikása, nyári zápor szitálása, Szajna parton egy este, Marilyn Monroe teste, a jó barátok 10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja, a Taj Mahal, a Sacré-Cœur, pirosászva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor könny és csók, az első rondin egy bénapok. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Minden úgy jó, ahogy van. Minden úgy jó, ahogy van. Fénykép, amit úgy kerestél, süti, amivel csak szemeztél, sosem használt poroltó, VB döntőnbe kotort gól, felkeresett tini szerelmet, vegetaleves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, rossz szokás, amit elhagytál, a kispálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott Adidas sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohánybolt, ha van erre, körpanoráma a panelre. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. Minden úgy jó, ahogy van, minden úgy jó, ahogy van. És most a dalmát a kedvéért. Minden úgy jó, ahogy van, meg sveje dobro kako je. Meg sveje dobro kako je. Sveje dobro kako je. Úgy jó, ahogy van. Hála, Csorba Lóci, hálásak vagyunk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljátszottad nekünk ezt a két dalt, és így az igazi a Beat szülinap, hogy itt vagy velünk. Ó, de drágák vagytok, köszönöm a meghívást. És az a jó egy ilyen digitális rádiónál, hogy külföldön is tudják hallgatni, úgyhogy köszönöm, hogy bevontad a külföldieket is így a közösségünkbe. Abszolút, kérlek szépen, a digitális forradalom nem ismer határokat, mindenhova át, ível országhatárokon és bárhol elérhető. Egy kicsit náthás edition volt, ezért bocsánatot kérek, de legközelebb a második születés, a második, a 10. is reméljük, ami már az arénában lesz. Na, ott majd akkor rendesen egy, ott megmutatom ott az igazi hangomat. Ott majd egy refrént legalább egy szuahéli megnézzük, hogy akkor hogy alakulnak ezek a nemzetközi erőviszonyok, és akkor lehet, hogy lesz akkor, még igen, az eredeti kanadaiba nyomjuk.
Oké, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Arra kérünk, hogy majd adáson kívül azért meg valamit játsszál majd nekünk. Pedig akkor megyünk tovább. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy van nekünk egy vites bögrénk, de nem is csak egy, hanem egy csomó, ebből pedig néhányat szeretnénk felajánlani a hallgatóinknak. Ezért ugye tudjátok, Facebook Live-ban az egyes élő performanszokat láthatjátok, illetve toljuk ki ezerrel a posztokat. Ha bármelyik alá oda kommenteltek, akkor megvan az esélyetek arra, hogy a nap végén nyerjetek tőlünk egy bites bögrét, hogy minden egyes reggeletek szebb legyen, és már akkor találkozzatok az ütős alternatívával. Lóci, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy ütősen indulhatott az én reggelem is ezzel. Mi pedig robogunk tovább, hamarosan Áron Andris érkezik, de most Nick Mulvey, ez már a Mantén to Move, az ütős alternatíva. Mikos Ákos, Rédl Ádám, Szabó István, itt van hatig. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.